A 100. társasjáték kisautó és baba után nehézséget okozhat a karácsonyi ajándék vásárlása, főleg ha gyerekekről van szó. Előfordul, hogy a szülők ilyenkor egy élő állat mellett döntenek. Bár minden menhelyi kutya álma, hogy szerető gazdihoz kerüljön, nem a legjobb ötlet ezt pont karácsonyra időzíteni. Egy élőlényről ugyanis gondoskodni kell, kutyák esetében ez 10-15, de akár 20 évet is jelenthet. Nagyon sokan gondolkodnak ugye kisebb állatokban, mint mondjuk egy hörcsög, egy hal, vagy madár például. Sokan viszont belevágnak a keményebb dióba, és azt gondolják, hogy akkor legyen egy kutya vagy egy macska. Bármilyen állatról beszélünk, nagyon fontos elmondani, hogy az állat hosszú évekre szól. Teljesen mindegy, hogy milyen állatban gondolkodunk. Ha csak egy kis rágcsálóban, akkor is 4-5 évre simán lehet vele tervezni, nem pedig karácsonyi szezonra. A legnagyobb probléma az ilyenkor egyébként, hogy a gyerekek ugye a karácsony alatt csillogó szemekkel nagyon örülnek, és egy újdonság erejével hat, hogy van ott egy kis szőrös, édes kis gombóc, vagy esetleg tollas, vagy nevezzük bárminek. Viszont ugye a karácsonyi ünnepek elmúlnak, a meglepetés ereje elmúlik, és hát ugye az állat nem olyan, mint egy új játék, vagy egy baba, vagy bármi, amit beteszünk a sarokba, és elővesztük, amikor gondoljuk, hanem folyamatos napi gondozást igényel. És sajnos a legtöbb szülő azzal szembesül új évkor, vagy már akár szilveszter környékén is, hogy ami ugye nagyon-nagyon ömet okozott a gyereknek, az már most igazából unalmassá vált számára. A pár órányi vagy pár napnyi öröm után ugyanis jön a felismerés, hogy egy állat bizony nagy felelősség. Egy felnőtt kutya ugyanis olyan, mint egy 3 éves gyermek. Nem csak etetni és itatni kell, hanem időnként orvoshoz vinni, és ami még ennél is fontosabb, foglalkozni kell vele, időt kell rá szánni, és nem csak a séták alkalmával. Hogy utólag ne gondoljuk úgy, hibás döntést hoztunk, érdemes előtte egyfajta próbát tenni. Hogyha bizonytalan a család, ideiglenes befogadás, ez is nagyon sokat segíthet. Vannak olyan kutyusaink, macskáink, akik ugye oltási programra várnak még, vagy bármilyen okból kifolyólag már van ugyan családjuk, de még nem költözhetnek, még egy pár hetet el kell tölteniük a gazdisodás előtt. Ilyenkor szoktuk azt javasolni, hogy ha valaki szeretné magát kipróbálni, akkor van rá lehetőség is, jelezzen bátran. Ez nem jár semmilyen felelősséggel, mindent biztosítunk hozzá, viszont az állatkának meg jót teszünk. Az élő állat ajándékozásának egyik alternatívája az is, ha karácsonykor csak egy fekhelyet vagy pórázt teszünk a fa alá jelképesen, és az ünnepek után tavasszal egy közös, átgondolt döntés eredményeként választja ki a gazdi új kedvencét.